Udvarhely Tesszának egy hatalmas tapsot szeretnék kérni. És itt van egy mikrofon neked. Ugye ez egy extrán kényelmetlen helyzet most neked. Tehát egyrésztről az van, hogy nem nagyon szeret szerepelni. Másrészt az van, hogy egy senki által nem várt győzelemnek a birtokában van, te, vagy te és a csapatod. És akkor most erről kellene tudni beszélni úgy, hogy győzelmet a politikai munkánk során eddig nem nagyon sikerült tapasztalnunk. Tehát ilyen mikrogyőzelmekbe kapaszkodva szokott az ellenzék bizonygatni maga felé, hogy de igen, azért megtettük, amit a haza megkívánt, és az is győzelem, és a részvétel, és egyébként is sokkal rosszabb is lehetne. Meg és hosszú képest, távra építkezünk, mindig ezt szoktuk mondani. Igen, és ehhez képest itt van, most nézek egyébként oldalra, ez még egy előző feldolgozottsági adat, te már tudod, hogy milyen a jelenlegi feldolgozottsági adat nálatok? Tehát, hogy mik az arányok pontosan? Nem emlékszem, de nyertünk. Az a lényeg, nyilván. Szerintem ilyen 200 szavazattal nyertünk körülbelül. 200-tal. 200-zal, igen. Volt 10 is a különbség. Jó, picit messzebbről kezdek. Volt a Márta kampány. Ami Mártát a Magdolnának Mártát kampány. Mártát a Magdolnának kampány, ami a te első belépésed volt ilyen értelemben a reálpolitikai térbe, ami ugye fontos tudni a Tesszáról, hogy a Tessa évtizedes múltra visszatekintően végez aktivizmus, szervez szervezeteket, egy elképesztő Excel guru, tehát amit ő össze tud rodolfozni Excelben, az létezik, amit nem, az nem létezik. És hogy rendkívül szívós, rendkívül szervezett, vagy módszeresen felépített munkát végeztél, és ezt próbáltad adaptálni a Mártát a Magdolnának kampányba, amikor is egy egyéni képviselői helyért próbálkozott meg a helyben a C8, a Civil 8 Egyesület, hogy végre legyen egy képviselője bent a testületben. És az egy orbitális kudarc lett. Így van. Ez egy éve volt? Az két éve volt. Két éve volt. Te utána mindent megkaptál, hideget, meleget, születtek olyan elemzői cikkek is, hogy hát tényleg ezt a logikát így kampányban érvényesíteni nem lehet, és egyébként is jó lenne, hogyha végre most már megtanulná az új baloldal, hogy hogyan kell kampányolni. Tehát, hogy ott tényleg leszették rólad a keresztvizet. Hogyan tudtál te abból a kudarcból talpra állni, és neki látni, és fantáziát látni abban, hogy mondom még egyszer, a fideszes szívcsakra halálcsillag közepén egy semmilyen politikai múlttal nem rendelkező, ám de politikai ambícióit is egy fél évvel ezelőtt felfedező jelöltben meglásd azt, hogy akkor vele győzelemre vihetjük egy ilyen kampányt. Aha, hát nem tudom, én nagyon szeretem Pikó Andrást, meg nagyon szeretem Józsefvárost, és hát ahogy te is mondtad, én nem azért küzdöm a harcaimat feltétlenül, hogy megnyerjem őket, hanem hogy előrébb menjen a világ, meg igazságosabb legyen. Úgyhogy én akkor is belemennék minden harcba, hogyha tudnám, hogy elvesztem. Engem ez most rettenetesen meglepett, hogy mi ezt megnyertük. De csodálatos érzés, mert egyébként azért mentem bele, mert azt mondtam, hogy most már így 20 év aktivizmus után lassan jó lenne valamit meg is nyerni. Hát ez most sikerült. De hogyha most, tehát hogy én szerintem az egyik kulcsa ennek a kampánynak. Az egyik kulcsa a sikerének, és most ez lehet, hogy hülyén fog hangzani, tekintve, hogy egy férfi a jelöltünk, de én azt gondolom, hogy az, hogy ezt a kampányt ezt nők csinálják, és hogy a Fideszt azt pedig férfiak csinálják, és ez a kampány, amit mi csináltunk, ez egy empatikus, kreatív, egymást szerető, egymásra odafigyelő, iszonyatosan keményen dolgozó kampány tudott lenni, és azt gondolom, hogy részben emiatt tudtunk nyerni, részben egyébként azért, mert a Fidesz szar. És ebbe a szarba csak bele kellett lépni. Tehát, hogy én nem mondanám, hogy én úgy láttam valami különlegeset ebben a helyzetben. Ugyanazt láttam, mint minden helyzetben, hogy le kell bontani egy igazságtalan rendszert, itt egy lehetőség arra. Nem féltem attól, hogy nem lesznek többet önkormányzati választások Magyarországon, úgyhogy bevállaltam ezt a kockázatot, hogy talán még így az utolsó önkormányzati választáson sikerül valamit elérni. És egyébként azt gondolom, hogy most azért nagyon-nagyon súlyos réseket ütöttünk a pajzson, és tulajdonképpen ezt szerettük volna, ezt képzeltük. Nem gondoltuk, hogy sikerülni fog, de azt gondolom, hogy sikerült. Azt mondtad, hogy nők csinálták ezt a kampányt, nevezzük meg őket, kérlek, hogy mindenképpen hangozzon a nevük. Kik azok a nők, akik csinálták ezt a kampányt? Vannak olyan nők, akik nem akarják, hogy elhangozzék a nevük. Ez,
erről beszélhetünk, hogy ez miért van így. Itt van az András is, szuper. Egy polgármester. Józsefváros polgármestere! Most az a helyzet, hogy Budapest legeslegszegényebb, legeslegházhátrányosabb helyzetű kerületének van a legemberségesebb, és legszeretetteljesebb, és legemberi polgármestere, és ez valami fantasztikus, és én sose gondoltam volna, hogy ez sikerül, és sikerült. Nagy Zsófia, ne lógjál meg, gyere szépen befele te is. Nagy Zsófi kommunikációs vezető. Na jó van, András, hát ez csodálatos. Nekem mondod, nagyon, nem akarom elhinni. Ez egy olyan csoda, ami rengeteg dologból állt össze, és most két dolgot mondok nektek, ami a későbbiek számára is nagyon fontos lesz. Az egyik, hogy az egyik jelöltünk, aki a legszegényebb, leghátrányosabb helyzetű kerületben indult, a tízesben, a Kamara Berecki Ferenc Miklós, akiről lemondtunk az elején, azt mondtuk, hogy az nem nyerhető. Ő ragaszkodott ahhoz, mert ő ott nőtt föl. Ő azokat az embereket ismeri. Mondtam neki, hogy Feri, keressünk egy jobbat. Nem, nekem az kell. 3 hónapon keresztül lejárta a lábát, mindenkivel beszélt, mindenkivel találkozott. Az édesapja bissau-guineai, az édesanyja pedig magyar. Egy olyan kerületben, ami jellemzően romák laknak. És megnyerte. És megnyerte. Hadd mondjak egy másikat, mert az is legalább ekkora csoda, hogy sokat dolgoztunk azért, hogy legyen egy roma képviselőjelöltünk, és ő egy olyan kerületben indult, ahol kisebb részben romák, nagyobb részben pedig hát ilyen gentrifikált középosztálybeli fiatalok voltak. Amikor először elment kopogtatni, egy héten keresztül ment a feleségével, és mondták, hogy ez nem fog menni Bandi, mert kinyitják az ajtót, és azt mondják, hogy köszönjük, nem kérünk zoknit. Nem állnak velünk szóba. És nem adta föl. Nem azt mondta, hogy jó, köszönöm szépen, nekem nem kellenek ezek a rasszista magyarok, meg nem tudom, micsoda. Nem mondott semmi ilyesmit, egy valamit mondott, hogy gyertek, segítsetek. És akkor a C8-ból az önkéntesek odaálltak mellé, és végig kopogtatta az egész kerületet, és ő is megnyerte. Lesz egy roma képviselő is. Mert hogy szerintem az fontos, hogy nem csak a polgármester nyert, hanem többségünk van a kerületi képviselőtestületben, ami azt jelenti, hogy minden szart vissza lehet vonni, amit a Fidesz bevezetett, és mostantól olyan döntések fognak születni, amik tényleg a kerületet szolgálják. Csak hogy egy picit ennek a jelentőségéről tényleg így képet kapjunk, tehát hogy rengeteg ember szimpatizált, empatizált és szolidaritást vállalt veletek, de én nem találkoztam élő emberrel, aki azt mondta volna, hogy Piko András lesz Józsefváros következő polgármestere. Pláne nem találkoztam olyan emberrel, aki egy lyukas garas, de vagy nem is tudom, mit csodál, de tényleg milyen értéktelen bármit adott volna azért, hogy testületi többségetek lesz. És én szerintem itt egy dolog az, ami ténylegesen átfordította ezt a helyzetet, és erre jól utalt az András, hogy azt a terepmunkát, azt a kopogtatás mennyiséget, amit ti bevállaltatok, és amiket a legutolsó reklámfilmetekből iszonyú jól átjött szerintem annak is, aki adott esetben nem közelről követte azt a munkát, amit végeztetek. Szóval ott szerintem meg lehetett sejteni valamit abból, hogy oké, ez valószínűleg egy szoros veszteség is lehet akár, de hogy győzelem lesz. Mikor volt az a pillanat, amikor ti azt éreztétek, hogy oké, nem kimondva, de azért itt hátul elmerem magamnak árulni azt, hogy akár van esélyünk is arra, hogy behúzzuk a kerületet?
fél órával ezelőtt? Vagy még kb. Tehát nekem, annyira penge... soha nem fogalmazódott annyira pengejelen táncolt az egész. Egy valamit éreztünk mind a ketten szerintem Tesszával, hogy iszonyatosan megváltozott körülöttünk a hangulat. Ugye ennek a kampánynak volt egy nagyon erős dinamikája, amiben a mélypontot az a rendőrségi vizsgálat jelentette, ami indult ellenünk, és amikor tényleg össze kellett kaparnunk magunkat a földről, és újrakezdeni a kampányt, egy hétre kiestünk, elveszítettük a Tesszát, mindenkit másképp és másképp, de nagyon megviselt ez az egész, és amikor tudod, azt érzed, hogy ezek baromi erősek, tehát bármit megcsinálhatnak veled, hogyha kell, akkor rád küldhetik a rendőrséget, és akkor fölálltunk, és mosolyogtunk, és mentünk tovább, és kezet nyújtottunk, a többiek röhögtek rajtam, mert tényleg olyan voltam már, hogyha biztos ismeritek azt, a szemkontaktusnál van az a minimális, miniszekundumos pillanat, amikor összekapcsolódik a két szembogár. Én azt tutira megéreztem, hogy az mikor van, és már nyújtottam a kezemet. Tehát egyszerűen nem tudtak emberek úgy elmenni mellettem, hogy ne legyen belőle készfogás. De ezt a technikát, ezt a kampány alatt fejlesztetted? Ezt abszolút, abszolút a kampány alatt. És egy idő után, egy olyan jó két hete, amikor kikerültek a kampány plakátok is, akkor megváltozott valami, egyszerűen az emberek nem engedtek tovább menni az utcán, leállítottak, integettek a bringán, ugye én bringás, meg 99-es buszon járó, meg gyalogjáró ember vagyok, és akkor volt olyan, aki mellém ült a buszon, és beszélgettünk addig, amíg haza nem értünk, és ez valami iszonyatosan erős érzés volt, hogy itt van egy csapat, és most nem magamról beszélek, mert mindenki ilyen a C8-ban. Lehet velük beszélni, a politika nem valahol nagyon messze zárt ajtók mögött történik, hanem a buszon beszélgetve, a piacon, amikor elkapjuk a képviselőt. Kopogtatásnál a legfontosabb és a legnépszerűbb ígéretünk az az volt, hogy ki fogjuk nyitni a Városházát, hogy minden képviselő legalább hetente egyszer tart képviselői fogadóórát, elérhetők leszünk, oda fogunk menni, és tettünk egy ígéretet, ami nyilván nagyon sokatoknak fontos, mert tudom, hogy honnan jöttetek, mert ugyanonnan jöttem én is, hogy azt az elvet fogjuk követni a következő 5 évben, hogy semmit róluk nélkülük. A józsefvárosiak... A józsefvárosiak a kezükbe fogják venni a sorsukat, és a mi dolgunk az, hogy ezt segítsük, ezt a folyamatot. Erre szerződünk. Tényleg nagyon értékelem, hogy a győzelem pillanatában itt vagytok velünk, és nyilván rettenetesen fáradtak is vagytok, és rengetegen várnak még rátok, de egy picit még tartóztatnálak benneteket. Beszéljünk egy picit Józsefvárosról. Ugye itt azért egy tényleg rendkívül bonyolult helyzet van. Kértek vizet, vagy ennétek esetleg valamit? Bármit enni, inni, nem? Nyugodtan lehet jelezni, van minden, tehát hogy most már szabad. Szóval itt azért alapvetően arról van szó, hogy ennek a városrésznek a vezetői részben egyébként ugye nettó gengszterek, tehát hogy konkrétan úgy lopják el a közforrásokat, ami még egyébként fideszes berkeken belül is kirívó, de hogy ez önmagában nem elég baj, még emellett egyébként egészen elképesztően érzéketlenek, és egészen elképesztően gonoszak, most nem tudok sajnos rá enyhébb szót, kifejezést használni. Ha a kilakoltatásról van szó, ha a bérlakások helyzetéről van szó, ha kifejezetten a szegény sorban élőknek az ügyeit valamilyen módon menedzseléséről van szó, tehát hogy részben egészen kirívóan felelőtlen módon gazdálkodtak a városrész vagyonával, másrészt meg kirívóan kegyetlenek is voltak a legkiszolgáltatottabbakkal szemben. És a ti kampányatok arra épült, hogy ez meg fog változni. Hogyan fog megváltozni? Én most nem beszélnék a konkrét programról, mert arról majd gondolom. András fog beszélni. Én ennek a témának a kapcsán inkább azt a munkát emelném ki, amit ma végeztünk reggeltől estig, aminek egy ilyen alkampányunk volt, aminek az volt a címe, hogy 5000 forint helyett 5 év tisztelet, és ennek a kampánynak az volt a lényege, hogy Józsefvárosban nagyon-nagyon sok szavazatot megvásárolnak, a legkiszolgáltatottabb emberek szavazatait megvásárolják, vagy pénzzel, vagy megfélemlítéssel, vagy kényszerítéssel, vagy bárhogyan.
és azt hiszem, hogy talán ez lehetett az első olyan kampánya az ellenzéknek, ahol igazán koncentráltan és tervezetten ennek neki próbáltunk menni. Egyrészt úgy, hogy egy héten keresztül standoltunk, és az az üzenetet próbáltuk eljuttatni, hogy az a napi egy darab 5000 forint helyett az, hogy 5 évig tisztelettel fognak beled bánni, az igenis egy nagy különbség. És szerintem ez lesz az, ami például változni fog, és ez biztos, hogy változni fog, mert ez attitűd kérdése. A másik pedig, hogy a mai nap során 20 vagy akár 30 önkéntesünk is volt az utcán, és ők folyamatosan megfigyelték, idegesítették, zavarták, és dokumentálták azokat a bűnözőket, akik a józsefvárosiakat megpróbálják megvásárolni és megfélemlíteni. És tényleg ilyen krimi filmbe illő módon 12 órán keresztül a nyomukba voltak, és nem hagyták őket élni. Cuki hippi lányok, meg cuki hippi fiúk, akik szembeszállnak ezekkel a konkrétan agresszív és erőszakos bűnözőkkel azért, hogy az emberek, hogy ne kényszerítsék az embereket, hogy a Fideszre szavazzanak. És hogy ezzel kapcsolatban csak azt akartam mondani, hogy szerintem például ez az, ami változni fog, hogy a Pikó András soha nem fogja megpróbálni megvásárolni józsefvárosiak szavazatát, hanem olyan társadalompolitikát, lakáspolitikát, szociálpolitikát, meg általános kerületfejlesztést fog megvalósítani, ami önmagában elég lesz ahhoz, hogy újra válasszák, és nem kell ilyen iszonyatosan undorító, mocskos és alattomos eszközöket használni, mert egyébként a mai nap során én csak időnként vettem részt ebben a választásfigyelésben, de konkrétan úgy éreztem magam, mintha így mocskos lennék, és egy mocsárban úsznék egész nap. És azt gondolom, hogy ezt a fajta ilyen fideszes koszt, ezt most így megpróbáljuk leszedni magunkról, és egy teljesen másfajta önkormányzatot létrehozni, ami tiszteli az embereket, és szerintem ez egy kulcs szó, ez az 5 év tisztelet. Tehát, hogy most nem ígérgetés jön, hanem tisztelet jön. Amikor eldöntöttem, hogy indulok ezért a pozícióért, akkor volt néhány sarokpont, amit magamnak rögzítettem. Az egyik, hogy nem vagyok hajlandó engedni azokból az elvekből és erkölcsi alapvetésekből, amelyek az elmúlt évtizedekben az újságírói munkámat, vagy a civil segítői munkámat jellemezték. Vagy kellek így politikusként ezekkel az értékekkel és ezekkel az attitűdökkel, vagy nem. Ez egyben azt is jelenti, hogy bátran, nyíltan és offenzíven fölvállalom azt, hogy igen, én 2015-ben a keleti pályaudvar előtt ételt és italt vittem az éhező menekülteknek. Igen. Józsefváros polgármestere. Igen, nem... Nem vagyok hajlandó azért bocsánatot kérni, hogy igen, szívemen viselem a hajléktalan embereknek a sorsát, és igen, a hajléktalanság, mint társadalmi jelenség kezelése, megoldása az nem rendőri, és nem is jogszabályi kérdés, hanem szemlélet, emberség és a lakhatás biztosításának a kérdése. Az lesz a legfontosabb. Több célunk lesz, de az egyik biztos, hogy azt a politikát, amit a jelenlegi önkormányzat, vagy a volt önkormányzat, jé, de jó ezt kimondani, tehát hogy a volt önkormányzat képviselt, hogy embereket hagyott olyan helyzetben, ahol a végén nem volt már más lehetőség, csak a kilakoltatás, illetve lett volna, de azt elzárták. Ez az út számomra járhatatlan. Az én politikám, illetve annak a testületnek a politikája, a társadalmi politikája az arról fog szólni, hogy aki lakásban lakik, az lakásban is maradjon, hogyha segítség kell hozzá, akkor az önkormányzatnak a dolga az, hogy segítsen. Családokat nem fogunk utcára lakni, gyerekeket pláne nem fogunk utcára lakni, hajléktalanokat nem fogunk vegzálni. Nem lesz egyszerű, mert ebben biztos, hogy nincsen társadalmi konszenzus, de én azt tapasztaltam, hogy az emberekben meglévő emberség és empátia az felkelthető, és az én dolgom az lesz, hogy olyan megoldások felé vigyük el őket, hogy a végén legyen béke ebben a kérdésben. És akkor hadd mondjak valamit,
hogy véget fogok vetni az Aurora vegzálásának. Véget fogod vetni bármilyen civil, vallási vagy bármilyen közösség politikai alapú vegzálásának. Ebbe beleértem az Oltalom karitatív egyesületet is. Ez az 5 év sok hasznos és termékeny vitával fog eltelni. Én úgy képzelem egy élő és magával jól foglalkozó közösségnek az a belső életét, és ilyennek képzelem Józsefvárost, amelyben minden megbeszélhető, minden megvitatható, és addig fogunk vitatkozni, amíg mindenki számára jó megoldást nem fogunk találni. Azt kérem az Aurórától majd, el fogok oda menni, ismerem a helyet, járok oda, hogy minden közösség, megteremtjük hozzá a lehetőséget, egy szabad világ jön, álljon ki, érveljen, miért fontos a közösség számára az ő működése. Én tudom, de meg kell, hogy tudják mások is, hogy az Aurora Józsefvárosnak egy nagy értéke. Érvelnetek kell mellette, és hogyha valakinek még emellett van problémája működéssel, nem tudom, mivel, jöjjön oda, nézzen a szemetekbe. Nem hátulról, nem rendőrségi feljelentéssel, nem jegyzőkönyvekkel, társasházi jegyzőkönyvekkel. Álljunk ki egymással szemben, mondjuk el, hogy mit gondolunk a másikról, mit szeretnénk. Ehhez én mediátor leszek, az önkormányzatnak ez a dolga. És hogyha van olyan dolog, amit meg kell beszélnünk, akkor ezt meg fogjuk beszélni, de az Aurora marad. Közben itt jobb kéznél láthatjuk, majd hamarosan meg visszatérünk rá Bíró Nagy Andrással, hogy az egyes kerületek képviselőtestületi összetétele az hogy néz ki. De még egyelőre Tesszához és Andráshoz lesz néhány kérdésem. Ugye te mostanában nem csak Józsefváros polgármestere vagy, hanem a fővárosi közgyűlés rendes megválasztott tagja is. Bizony, nagyságos úr. Elképesztően felfokozottak lesznek nyilvánvalóan a várakozások veletek szemben, és nyilvánvalóan rengeteg részérdek fog majd megmozdulni, hogy ebből valamilyen módon saját magának hasznot kivegyen, kovácsoljon, és így tovább. Tehát rengeteg kísérlet lesz majd a Fidesz részéről, hogy delegitimáljon benneteket, de sajnos nem kétlem az sem, hogy lesznek olyan ellenzéki körök, amelyek szintén megpróbálkoznak majd ezen keresztül valamilyen módon a zsíros bödönhöz hozzáférni. Mit tehet a Józsefváros, és mit tehet a veletek szimpatizáló aktivista, választópolgárok széles köre, aki szeretné azt, hogyha mindaz, amiről beszéltél, és mindaz, amiről beszéltetek a kampányban megvalósulna, hogyan tudja segíteni a munkátokat, milyen segítségre lesz szükségetek ahhoz, hogy ne térítsenek le senkik arról a vágányról, amire rá szeretnétek állítani Józsefvárost? Igen, én abban reménykedem, hogy egy ilyen civil vagy mozgalmi hátterű polgármesternek a megválasztása az nem azt fogja jelenteni, hogy bedaráljuk a helyi civil szférát, és egyszer csak a helyi civil szféra lesz a helyi önkormányzat, és akkor 5 év múlva pont egy olyan monolitikus szar leszünk, mint ami eddig volt, hanem ami ahhoz járul hozzá, hogy a helyi aktivista és civil és érdekvédelmi életet felpesdítse. Tehát, hogy én azt szeretném, hogyha a civil szervezetek meg az aktivisták az Andrást folyamatosan számon kérnék, nyúznák,
megkérdőjeleznék, és amikor jót csinál, akkor megdicsérnék, ott lennének, párbeszédet folytatnának vele, tehát hogy szerintem ahhoz, hogy ő megmaradhasson ez a civil, meg mozgalmi polgármester, ahhoz ennek a civil és mozgalmi szférának fel kell nőnie ahhoz a feladathoz, hogy van neki egy ilyen polgármestere, és ezzel a polgármesterrel valamit kell kezdeni, kell, hogy legyen egy programja a civil szférának, hogy mit akar rajta keresztül megvalósítani, kell, hogy legyen eszköze meg ereje ahhoz, hogy megvívja vele a harcait, tehát hogy én nem gondolom, hogy itt harmóniára kell törekedni, itt küzdeni fogunk a civil szféra meg az önkormányzat. A különbség a mostani helyzethez képest az lesz, hogy hasonlóak lesznek a céljaink, legfeljebb mondjuk civilek gyorsabban akarják elérni, radikálisabban, és akkor majd nyilván az önkormányzattal megvívják ezeket a harcokat, de hogy szerintem most van igazán feladata a mozgalmaknak, amikor van egy ilyen polgármesterük, akikre tényleg lehet hatni, és akkor most 5 évünk van minimum arra, hogy őt toljuk bizonyos irányba, ő meg majd eldönti, hogy ennek hogy áll ellen, vagy hogy nem áll ellen, de hogy ebbe a küzdelembe hogy áll bele. De én mindenképp azt gondolom, hogy számon kell őt kérni, kontroll alatt kell tartani, már amennyire lehet, és inspirálni kell őt, motiválni kell őt, dicsérni kell őt. Bocsánat, de közben úgy hallom, hogy megérkezett Karácsony Gergely. Hát engedjük be! Karácsony Gergely! Gyors technikai, kérem a kollégáimat, hogy még egy mikrofont hozzanak a főpolgármester úrnak. Addig, amíg a főpolgármester úr fölkészül, addig elmondom, hogy mit mondanék arra az előző kérdésre, de röviden, jó? Szóval, hogy azt gondolom, hogy a Tessa lényegről beszélt, én egy olyan politikus szeretnék lenni, amely hisz a közösségi tervezésben és hisz a közösségi irányításban. Én nem hiszek az egyszemélyi politikában. Én azt gondolom, hogy akkor leszek jó politikus, hogyha folyamatosan érzem a törődést, a civilek törődését, illetve a lakosoknak a törődését. És azt gondolom, hogy a legnagyobb segítség az lesz itt Józsefvárosban, és ezért mindent meg fogunk tenni, és szeretném, hogyha ebben Tessa segítene, hogy vegyenek részt a politikában. Ez a legfontosabb. Nem fogok nélkülük semmit sem, csak velük. És ez egy közös tanulási folyamat lesz, nem lesz egyszerű. Én valakinek azt mondtam, hogy lehet, hogy ebbe fogok majd belebukni, hogy elkezdünk egy olyan programot, amire még lehet, hogy a közösség nincsen fölkészülve. Tanítani kell magunkat is, őket is. De én tényleg önazonos akarok maradni, és 5 év múlva ugyanezekkel az értékekkel szeretnék fölállni úgy, hogy rengeteg dolgot megoldottunk. Én azt hiszem, hogy ez nem egy embernek, meg nem annak a 12 embernek a projektje lesz, aki bennül a közgyűlésben, ez az egész józsefvárosi közösségnek a projektje lesz. Úgyhogy én majd hogy mi lesz a fővárosi közgyűlésben, azt meg majd szerintem megbeszéljük a Gergővel. Én azt hiszem, hogy tudok vele szót érteni. Szerintem ő is velem, ahogy tudom, elég jó vitaképes, úgyhogy szerintem az, amit kerületi szinten a Tessa ígért nekem, hogy a helyi civilekkel jó sok vitám lesz, szerintem ugyanezt tudom ígérni én is, mint józsefvárosi polgármester a Gergőnek, hogy bent leszünk egy testületbe, és iszonyatosan színvonalas, értelmes, jó vitákat fogunk folytatni Budapest és Józsefváros jövőjéről.